November 29-én folytatódott Budapest leghosszabb éterosztási akciója, amely a tervek szerint egészen 2023. márciusáig fog tartani a 17. kerületben. Rákosmente önkormányzata a Rákosmenti Adományházzal, valamint a Magyar Vöröskereszttel együttműködve ezen időszak alatt minden kedden melegételt biztosít a hátrányos helyzetű családok, a fedél nélküliek és az egyedül élő kisjövedelmű nyugdíjasok számára. Az előre csomagolt adagok átadásában ezúttal dr. Füzesi Péter alpolgármester segítkezett, aki megfogalmazta azt is, hogy mi a hosszú évek óta zajló kezdeményezés legfontosabb üzenete. Akinek szüksége van arra, hogy főtételt kapjon, itt megkaphatja ezen a kezdeményezésen keresztül. Másrészt viszont ez egy példa lehet arra, hogy mindenki próbálja meg egy kicsit odafigyelni a környezetére, és aki a környezetében szükséget lát arra, valamilyen módon segítse őket, akár úgy, hogy ő maga személyesen segít, vagy az önkormányzatnak jelzi, hogyha valamilyen úton, módon szükségben van a környezetében élő. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és itt Budapesten a leghosszabb ételosztás. Azt várjuk, hogy egyszer eljön az a pillanat, hogy ne kelljen egy adagot se kiadnunk, de amíg van, addig az önkormányzat mellszélességgel támogatja ezt a kezdeményezést. Ezen a kedden a szervezők mexikói zöldséges rizses hússal várták a rászorulókat, akik étkezési jegy felmutatásának ellenében vették át a csomagokat. Az alpolgármester elmondta, magánemberként is kiemelt szerepet játszik az életében a segítségnyújtás, így minden alkalommal örömmel csatlakozik az akcióhoz. Mindig vannak olyan emberek, akik segítségre szorulnak. Magánéletben is próbál az ember ez szerint eljárni, de hogyha van lehetőség az önkormányzaton keresztül, akkor még nagyobb mértékben is örömmel megtesszük polgármester úrral egyetemben. A következő ételosztásra december 6-án, kedden délután 13 órakor kerül majd sor a Városháza melletti területen.